Én is beteg vagyok, tehát nekem szklerózis multiplex betegségem van. Amikor én nálam diagnosztizálták a betegséget, én nagyon megijedtem, tényleg ott voltam, hogy nem tudtam, hogy most mi lesz. Találkoztam rengeteg beteggel, és látom, hogy náluk milyen ez a betegség, hogy nyilvánul meg, és ki is derült, hogy vannak, akik igenis használnak kannabiszt a betegségükre. Most jelenleg a jelenlegi jogszabályok szerint ők mind bűnözők. Ők előállíthatóak, megbilincselhetőek, házkutatást tartható náluk, rabosíthatják. Csak azért, mert egy növényt használnak a tüneteik csillapítására, egy gyógyíthatatlan betegségre. A szklerózis multiplex betegeknél a fejükben, az agyukban gyulladási gócok vannak, és egy ilyen rohamnál, mert a szóval ez egy roham, ezek a gyulladási gócok fellángolnak, felerősödnek. És ezek okozhatnak olyan tüneteket, hogy egyik napra a másikra elmegy a látás, nem tud felállni az illető, lebénul az egyik lába, vagy teljesen deréktől lefelé, vagy keze bénul. Azt mondta a neurológus, hogy addig, még nem jön meg a második komolyabb szubom, ő nem rizikóztatná, hogy a gyógyszert adja, aminek elég komoly mellékhatásai vannak, hanem megvárjuk a másodikat, meglátjuk, hogy milyen időközönként jelentkezik, milyen intenzitásra, és annak megfelelően tudják beállítani a gyógyszeres kezelést. Az orvosod tudja, hogy kannabiszt fogyasztasz? Nem mertem elmondani neki. Vannak jogi lehetőségeik, amit megtudtam, hogy behívható egy uniós jogszabály szerint beívható azok a készítmények, amiket már törzskönyveztek Európai Unióba, de viszont nincs egy olyan neurológus az országban, aki ezt felírná, és megint visszakanyarodunk oda, hogy a társadalmi megítélése negatív, ezért senki nem meri felírni ezt a gyógyszert. A fájdalomcsillapítás, igen, az a legfőbb terület, a görcsoldás, és nem utolsó sorban viszont a hangulat. Ezek gyógyíthatatlan betegekről beszélünk, akik tudják magukról, hogy visszafordíthatatlan betegségük van. Tudják, mi lesz a vége. Ennek tudatában lenni bocsi. Iszok egy pohár vizet, jó? Ja. Az Aurórában egy zengető nevezetű rendezvény volt június 10-én, ami az ipari kender termesztés köré szerveződött. Gyakorlatilag nekem a Magyar Orvosi Cannabis Egyesület előadása érdekelt, és ezért mentem le. A barátaimmal még ott beszélgettünk az udvaron, amikor egyszer csak így elhalkult mindenki, és amikor megfordultam, akkor láttam, hogy rendőrök jönnek befelé a bejáraton, és célirányosan jöttek oda hátra, mi egész bent ültünk az udvar belsejébe, és akkor mondták, hogy maguk hárman álljanak föl, és jöjjenek ki. Mondták, hogy mivel civilos rendőrök voltak lent, és ők alapján feltételezik, hogy önök drogot fogyasztottak, és akkor hívtak ki minket oda bejárathoz. Ott egyből megkérdezték, hogy van-e önöknél kábítószer, és tőlem kérdezték, hogy már többieket, akkor nem tudom, hogy mi történt velük. Én mondtam, hogy igen, van nálam, mert volt nálam. Azt át is adtam egyből, utána a ruházott táska átvizsgálás, és akkor beültettek egy mikróbuszba, és akkor bevittek a rendőrkapitányságnak. Utána sorba érkeztek be a többiek, egészen addig még meg nem érkezett mind a 15 illető. Akkor elég sokáig ott sorba kellett állnunk a fal mellett, és akkor utána hármasával vittek minket ki vizeletvizsgálatra. Utána visszavittek a rendőrösre, ott megint sokat kellett várni, ugyanis házkutatásra vittek minket, és kihoztak ide, és akkor itt átnézték a lakást, és utána vissza a rendőrségre, vallomástétel, rabosítás, és akkor mehettünk haza. Azt mondták, hogy mivel csekély mennyiségről van szó, hogy egy elterelésre fognak majd küldeni. Nem tudom azt mondani, hogy ezt abba fogom hagyni, már a betegségem miatt. Hogyha úgy érzem, hogy jó ez a betegségemre, segít nekem, én nem fogok arra lemondani, hogy kitegyem magam egy az annak, hogy állapot rosszabbodás, vagy az, hogy szenvedjek. Csak azért, mert egy buta jogszabály van ebbe az országba.
Valószínűleg fogyasztani fogok továbbra is, csak ötször olyan óvatosan, megpróbálom csak itthoni lakásban, bízva abba, hogy nem fognak bejönni rám, rúgni az ajtót, hogy itt micsoda nagy bűn elkövetés történik egy beteg részéről.